Üdvözlök mindenkit innen Tószegről, a Patkó horgásztóról. Most délután 3 óra van, és épp a pontyozó szerelékemet húzom be a stéggel szemben lévő nádashoz. Múlt héten már horgáztam ugyanitt, akkor az időjárás az borzasztó volt. Viharos erejű szél volt, szakadó hóeséssel. Korestére is hajnalra mínusz 5 fokig hűlt vissza a hőmérséklet. A csónakot és a stéget 2 cm-es vastag jég borította. Úgyhogy az egész horgászat igazából csak túlélésről szólt. Most viszont gyönyörű, ragyogó, napsütéses idő van, úgyhogy úgy néz ki, hogy megérkezett az igazi tavasz. A mostani horgászatra szánt időm az a mai délután, kora este és a holnapi egész nap. Tehát ebben a videóban a következő másfél nap eseményeit láthatjátok majd. Meg is érkeztem a kiszemelt helyre. Ráfordítom a csónakot a nádasra. Mielőtt én lerakom a szereléket, az evező lapáttal mindig leszoktam ellenőrizni a fenéken található iszapnak a mélységét, illetve még itt a nádas mellett azt is ellenőrizni szoktam, hogy nincs esetleg valami olyan nádtorzsa vagy olyan hínár, ami meg tudná akasztani víz közt a szereléket. És itt ez a terület, ez jólnak néz ki. Lerakom a szereléket és az etetőanyagot, annak a kisvödörnek a tartalmát pedig közvetlenül ráöntöm a szerelékre. Ez egyébként most tartalmaz epres ízesítésű kukoricacsira pelletet, illetve saját készítésű magmixet, amiben van főtt tigrismagyaró, kukorica, kender és csemege kukorica is. A szerelék és az etetőanyag a helyén, úgyhogy irány vissza a stég. Pontyozóbor beélesítve, a másik bottal harcsázni fogok, ahogy múlt héten is. Még a pontyozóbotnak a behúzása előtt kevertem be etetőanyagot, és megetettem itt a stég előtti területet. Szórtam rá csemege kukoricát is, úgyhogy most már nincs is más dolgom, mint hogy fölcsalizzam a keszegezőbotot, és fogjak pár darab megfelelő méretű kis halat a harcsázáshoz. Forogra kettő szem csontit fogok fölfűzni, így talán sikerül majd elkerülnem a kisebb méretű keszeget, és talán majd tudok szelektálni közöttük. Hopp, egy szép fölösszárnyú keszeg. Ez az első, amit sikerült fogni. Úgy látom, hogy ez már volt egyszer fönt horgon. Van itt a hátán egy horogütöttesebb. Ez itt a második. A
kis hal ez megfelelő is lesz a harcsázáshoz, úgyhogy be is húzom a harcsázóbotot. Készítem a vödörbe a kis halat. Horogról le kell venni a csontit, mert könnyen előfordul az, hogy a nádasból egy kis madár fölveszi a horgot. Ezt semmiképp nem akarjuk. Előkészítem a harcsázóbotot. A harcsázóbot kész a behordásra, sikerült gyorsan fognom 4 darab vörös szárnyú keszeget, ebből a legnagyobbat be is készítettem a kis barna vödörbe, úgyhogy meg is kezdem a harcsázó szereléknek a behúzását. De stégtől jobb oldalra egy 15-20 méterre itt ebbe a kis öbölbe fogom berakni a stupekot. Ez a hely ez itt megfelelő is lesz. A múlt héten úgy volt beállítva a stupek, hogy szinte teljesen a vízfelszín közelében veretett a kis hal. Akkor nem fogtam semmit, azért most úgy próbáltam meg beállítani, hogy sokkal jobban elfeküdjön a stupek, és így egy 30-40 cm-es mélységben tudom majd a kis halat felkínálni a harcsának. Stupek bent van a helyén, kicsit megfeszítem a zsinart és beélesítem a harcsázó botot is. És most már nincs más hátra majd, mint hogy a kapásra várjak. Látom, megérkezett az első kapás. Nem ponty, úgy néz ki, kárász lesz. Valószínűleg egy nagyméretű kárász fölvette a kukoricát. Na, elakadt a szembe lévő akadón. Rá kell menni csónakkal kiszabadítani. Ismét egy régi horgászsinór, most sikerült elakadnom, ilyennel már találkoztam 2 héttel ezelőtt. Akkor legalább a hal megvolt, most meglógott a halacskám. A szerelést megmentettük legalább, úgyhogy irány vissza a stég is.
vissza behúzom a náttövére. Jelen 80. Úgy néz ki, hogy a horgászatom első felében nem sikerül fognom semmit. Egy fél óra van még 8 óráig a kiárási tilalom kezdetéig, úgyhogy mára befejezem a horgászatot, és holnap reggel 5 órakor pedig folytatása következik. Reggel 5 óra van, most húztam vissza a pontyozó szereléket a náthoz. A harcsázó bot helyett ma féderbottal fogok horgászni. Tegnap egy kapásig jutottam, pár darab keszeget sikerült fognom, de bízom benne, hogy a mai nap az sokkal sikeresebb lesz majd. Mind a két bot be van dobva, a harcsázó bot helyett egy féderbottal horgászom, ott szembe a nádas előtt egy 10 méterre van bedobva, a pontyozó botot pedig ugyanoda húztam vissza, mint ahol tegnap is horgáztam. Megvan. Ez már ponty is lesz, igen. Amiben fölakadtott a nádnál, nem sikerül áthúzni. Igen, kijött. Leakadt. Úgy látom, leakadt ez is. Hát nem igaz. Na, végre. Ideje volt valamit akasztani. Remélem, hogy ez most nem fog elmenni. Reggel már volt két kapásom, mind a kettő lefordult ott a nádnál. Ez ott a kritikus pont, most jön át az akadó. És leakadt megint, hát ezt nem hiszem el. Azt nem mondanám, hogy unalmas lenne a horgászat, mert egy olyan 20 percenként azért van egy-egy kapás. Eddig a pontyozót húzta el mindig ott a nád mellett. Nem tudom, hogy esetleg nagyobb kárászok azok, amik fölveszik a kukoricát, vagy kisebb pontyok, de most ezen a horgászaton úgy látszik, hogy el vagyok átkozva, mert vagy ott a nádba ugrik bele egyből és ott akad le, vagy pedig itt a stég előtt lévő akadósorba fordul bele a hal, és mire rá tudok menni csónakkal, addigra leakad a horogról és elmegy. Tehát a kapások azok biztatóak, de most már azért jó lenne fogni valami halat is. Na, végre elhúzta. Remélem, hogy ez már meg lesz.
Nagy szép kálasz. Csali az egy kis ananászos pop-up volt. Teljesen be volt dobva a bot a nád elé, egy méterre sikerült most bedobni. És el is húzta egy kárász. Na hát, ha lesz még több, vagy esetleg ponty később. Itt a második hal. Valószínűleg ez is kárász lesz. És akkor tohorog a szájából. Ez aztán igazán szép. Meg lesz az is. Most így délután azért csak megindult a kárász. Pár darót már sikerült megcsípni belőlük. Hát körülbelül ugyanakkora, mint az előző. Ez talán a legnagyobb mai nap. Délutánra szépen megindultak a kárászok. Lassan a végéhez közelít a horgászatom. Tegnap délután és ma reggel nem igazán voltam szerencsés, ugyanis megakasztottam vagy 5 halat, de egyet sem sikerült megszákolni. Vagy egy régi horgászgyinort szedett össze, vagy a szemközti nádasba ugrott be és ott csavarodott fel a hal, vagy pedig fárasztás közben itt a stég előtti akadóba rohant bele, és azért veszítettem el. Délután szerencsére megindult a kárász, és sikerült elcsipnem egy jó párat belőlük. Az időjárás is tökéletes volt, ez volt az első igazán meleg tavaszi nap ebben az évben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!